Közös sajtótájékoztatót tartott ma Kolozsváron két parlamenti képviselő, Csuma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és Adrian Dohotáru, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviseletében, valamint a Pride Cluj szervező csapatának egyik tagja. A korábban hirdetett jelenléttel ellentétben a szociáldemokrata párt képviselője nem vett részt a sajtótájékoztatón. A találkozó központi témája a hétvégi kolozsvári LGBT felvonulás és az ellentüntetés volt, illetve egy közös törvénymódosítási javaslat, amelyről nem sokára kérdezzük Csuma Botond képviselőt. Addig is meghallgatjuk Adrian Dohotáru rövid hozzászólását a Pride Cluj felvonulásnak helyszínét illetően. Eu ca și clujean pot să zic că m-am simțit ultragiat și îmi cer scuze participanților care au venit din alte orașe, din alte țări. Eu ca clujean vreau să-i primesc pe oamenii aceștia la astfel de manifestații în centru unde este locul lor. Dacă vă mai amintiți și alte manifestații pe care le făceam de solidarizare cu oamenii din Patarât, era un centru, pentru că acolo era locul ca aceste manifestații să se întâmple. Și eu sper ca la anul o administrație coerentă să vină cu un mesaj deschis, un mesaj de toleranță și să permită astfel de manifestări în centrul orașului. Csuma Botond képviselőt köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nos, hát többek között, ugye Pride-on kívül, törvénymódosító javaslaton kívül elhangzott egy olyan téma is, ami egyébként a Pride-dal kapcsolatosan többször is felütötte fejét, és pedig az, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatalnak van egy olyan alkalmazottja, akinek közelhet ezekhez a dolgokhoz, több ízben is felszólaltak ez ügyben. Nem csak, hogy van egy alkalmazottja, hanem most már egy olyan alkalmazottja van Jonus Széné szemében, aki vezető tisztséget tölt be a kulturális főosztályon. Ez mit jelent, hogy milyen ügyekben dönt? Hát különböző kulturális kérdésekben, szociális kérdésekben, vallási kérdésekben. És én többször elmondtam már, és Facebookomon is jeleztem, a sajtó is megírta, hogy amikor ez nyilvánvaló vált, ugye 22-én, június 22-én volt a versenyvizsga, amikor Jonus Széné ugye megnyerte ezt a versenyvizsgát, úgyhogy egyedül jelentkező volt. Én utána a diszkrimináció ellenes tanácshoz fordultam egy beadványon, és elmondtam, hogy az megengedhetetlen, hogy egy interetnikus párbeszédre törekvő városban egy ilyen szélsőséges nézeteket valló személy töltse be ezt a vezető tisztséget, aki számtalanszor tett diszkriminatív... Ő vállaltan az egyébként? Diszkriminatív kijelentés. Tudunk így beszélni róla? Hát én szerintem, ha végignézzük azt, amiket eddig írt, például a Napoka News-on, vagy a Nacionia című sajtóorgánumban, ha megnézzük, hogy milyen diszkriminatív kijelentéseket tett, vagy hogy mennyire dicsérte a köztudottan fasiszta elveket valló Vasgárdát, vagy Antonescu Marshallnak szobrot akart állítani Kolozsváron még 2000-es évek elején, vagy az, hogy ugye annak idején György Funár polgármester, hírhet polgármesternek volt a kabinetvezetője. Tehát azáltal, hogy egy vezető tisztségbe kerül egy ilyen személy, ez egy nagyon rossz jelzés egy interetnikus párbeszédre törekvő városban szerintem. És nem csak nemzeti kisebbségeket sértett meg, hanem vallási, szexuális kisebbségeket. Úgy gondolom, hogy az ő személye teljesen alkalmatlan ennek a pozíciónak a betöltésére, és ezt román barátaimmal is beszéltem azt a dolgot, azt mondtam, hogy ez nem lehet kizárólag csak mondjuk az időzelben a magyaroknak és a zsidóknak az ügye ez, hanem a román többségnek is álláspontot kellene nyilvánítania ebben a kérdésben, és erről is beszéltünk most ezen a sajtótájékoztatón. A Pride-dal kapcsolatosan mi volt az álláspont? A Pride-dal kapcsolatosan az volt az álláspont természetesen, hogy egyrészt furcsa az, hogy ha jól tudom, vagy 16 kérést tettek le a Pride szervező, és végül csak a külvárosban hagyták jóvá ugye helyszínként a Pride felfoglalást, ami szerintem is egy rossz üzenete van. Tehát az, hogy az új jobboldal fasiszta eszméket hirdető szervezet a város központjában kap helyet, és ott nyugodtan szónokolhatnak az intoleranciáról. Emellett pedig egy békés menet, amely emberi jogokról szól, mert szerintem nem lehet más különben megközelíteni a meleg jogokat, mind emberi jogokat, amely semmi nem volt egyáltalán indecens, vagy hivalkodó, vagy semmilyen más jelzővel szerintem ezt a felvonulást nem lehet jellemezni. Itt tehát ilyen szerű jelzőkkel. Az csak a város
nem éppen peremén, de hogy egy eldugott utcában kapott helyet, és a polgármester hivatal meg arra hivatkozott, hát igen, mert voltak más rendezvények, de hát a Bocskai téren, az Ábrahám Jánkó téren is tulajdonképpen egy más rendezvény is volt, ugye ez a népi mestereknek a vására zajlott le éppen. Amúgy az egyik szervező elmondta ma is sajtótájékoztatón, hogy az ő kérésüket az Ábrahám Jánkó téren vonatkozóan, a Bocskai téren van, pont ezért utasították vissza, mert hogy ott már volt egy rendezvény. Tehát nekik visszautasítottak, az új jobb oldalnak pedig nem utasították vissza. Virágos. Rátérnék egy harmadik, hát nem harmadik, mondjuk második témára, amennyiben az első kettőt így össze tudnánk fűzni. Iktattak egy törvénymódosító, egy jogszabályra vonatkozó javaslatot, a lakhatási jogokról van szó. Igen. Ez miről ez szól? Ez is egy többpárti együttműködés volt, ugye. Az USZ képviselővel, a PSZD képviselővel, és végül 60-an aláírták a kezdeményezést. Tehát ez a lakhatási jogról szól olyan értelemben, hogy egy egységes rendszert szeretnénk kidolgozni a szociális lakásoknak az odaítélésére, és erre vonatkozik a törvény. Többek között az egyik fő vezérelve a módosításoknak az az, hogy ne lehessen hátrányba részesíteni azokat az embereket az elbírálás keretén belül, akik kis jövedelemmel vagy sok gyermekkel rendelkeznek. Plusz az, hogy felhívni az önkormányzatoknak a figyelmét arra vonatkozóan, hogy azért fontos a szociális lakásoknak, a szociális lakásállománynak a növelése, és hogyha például kikerül a rendszerből egy ingatlan különböző okok miatt, akkor az önkormányzat tegye meg mindent azért, hogy behozzon egy másik ingatlant a szociális ellátó, a szociális lakásrendszerbe. Egyébként milyen állományról beszélünk? Kolozsvár esetében pedig például azt tudjuk, hogy... Nem tudom pontosan, jelenleg nem tudnám megmondani, hogy... A kérés nagy. Sokkal, persze, nem tudom, most nem akarok egy számot, de sokkal nagyobb, mint amennyi, mint ahány szociális lakás van. Ennek a hátterében civil kezdeményezés van? Úgy tudom, hogy volt egy ezzel kapcsolatos Igen, egy civil kezdeményezés, tehát szakemberek segítségével, tehát a szakemberek dolgozták ki tulajdonképpen a törvénytervezetet, utána tárgyaltunk erről a törvénytervezetről, és utána regisztráltuk. A korábbi témával kapcsolatban nem mondtuk el, hogy beadványt küldenek a belügyminisztériumhoz. Ebben mi fog szerepelni, és mi a lefutása? Ugye volt az incidens ezzel Igen. a hölgyel ugye a Bocskai téren. Hát, hogy is mondjam, én azt is meg tudom érteni egyfelől, hogy lehetetlen mondjuk ilyen körülmények között egy racionális párbeszédet folytatni, főleg ilyen eszméket való emberekkel, de főleg egy ilyen kontextusban, ami egy ilyenszerű felvonulást jelent, ahol ilyen úszító és intoleráns beszédeket hallhattunk. Tehát lehet, hogy ilyen szempontból kicsit naív volt az a személy, aki azt gondolta, hogy tud párbeszédet folytatni ezekkel az emberekkel, de másrészt szerintem a csendőrségnek a fellépése, és az, ahogyan ott azzal a két szélső jobboldali személlyel ott együttműködött a csendőrség, az egy rossz jelzést juttat el a közvélemény fele, és véleményem szerint láttam a csendőrségnek a közleményét, és hivatkoznak egy bizonyos törvénycikkre, én nem feltétlenül a legalitás, és nem csak legalisztikusan közelíteném meg ezt a kérdést, hanem azt mondanám, hogy ilyen esetben lehet, hogy a csendőrség is nagyobb rugalmasságot mutathatna. Például, amikor ugye a lány közbeszólt, és csak annyit mondott, nem szakít, annyit mondott, hogy az egyik szónok éppen azt mondta, hogy az teljesen indecens volt a melegeknek a felvonulása, hogy meg azt mondta, hogy ott volt, és nem volt az. És utána meg azt mondta, hogy hallgatni fog, csak hagyják, hogy ott legyen, ennek ellenére eltávolították. Meghozhatta volna azt a döntést is a csendőrség, hogy esetleg vigyáznak rá, hogy ne érjék támadások, de amennyiben tényleg nem szakítja félbe továbbra is ezt a rendezvényt, ott hagyják a helyszínen, és akkor szerintem elkerülhető lett volna ez az incidens, ahol ott négy férfi, egy nőt ott hurcol jobbra-balra, tehát véleményem szerint a csendőrség sem járt el megfelelőképpen ebben a helyzetben. We'll be right back.